Sorsdöntő parlamenti választásokat tartanak Grúziában október 26-án. A kaukázusi ország polarizálódik az oroszbarát kormány és a Szalomé Zarubasvili államfő által megtestesített EU párti közvélemény között. Az Európai Uniós bővítési tárgyalások júniusban befagytak Grúziával, miután a Tbiliszi parlament elfogadta az úgynevezett külföldi ügynök törvényt. Az elnök asszony azt javasolta az EU barát pártoknak, hogy írjanak alá egy közös kártát a csatlakozásról. A választásokkal összefüggésben Európa nem tehet más, mint kinyilvánítja, hogy ha az Európa párti pártok nyernek, akkor a választások után nagyon hamar újraindítja a csatlakozás előkészítését. És amint megalakul a parlament és meghozza az első intézkedéseit, akkor az Európai Uniónak azt kell mondani, hogy Brüsszel is kész arra, hogy ott folytassa, ahol a tárgyalások abban maradtak. Je dirais la conversation là où elle s'est arrêtée. A jelenleg hatalmon lévő politikai elit az orosz törvényhozás mintáját követi, korlátozza a civil szervezetek jogait és az állampolgári jogokat. Ha az EU párti ellenzék nyer, meg kell találnia az összefogás módját. Ezt elég nehéz lesz gyorsan kivitelezni. Grúzia nincs hozzászokva a koalíciós kormányzáshoz. Magam egy szakértői technikai kormány felállítását javasolnám, amelynek az lenne a fő feladata, hogy a csatlakozási tárgyalások újraindításáig vezesse Grúziát. Hiszen nagyon is technikai kérdéseket kell megoldani, rendezni. A kritériumok jól ismertek. Meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek megfelelnek az európai ajánlásoknak. Az Oroszország és Irán közé ékelődött Grúzia manapság geopolitikai csomópont. Oda tartanak, érkeznek az Oroszországból és Iránból kivándorlók közül sokan. Nem nő az Iránból érkezők száma. Volt idő, hogy sokkal több iránit vonzott a grúziai befektetések lehetősége olyan okokból, amelyeket nem igazán ismerek. Manapság ez már nem jellemző. A nálunk letelepedett oroszokkal nem volt konfliktusunk, de a hatóságoknak sokkal jobban oda kell figyelniük rájuk, hiszen a 60 ezer orosz között feltételezhető, hogy vannak olyanok, akik más érdekeit szolgálják, nem a miénket, véli a grúz államfő.